Így néz ki az élménypedagógia. Együtt örülni, sikereket átélni és tanulni a másiktól. A Szabadkai Református Egyház ilyen találkozóval nyitotta meg az idei hittantanévet. A résztvevők csoportokban játszottak, vagy éppen építgettek. Egy nagy tornyot, és az a lényeg, hogy minél nagyobb legyen. Ahogy fogtuk így a nudlikot, úgy csak úgy gurult a labda, mintha az lenne a víz, és végig jutottunk, és annyira boldog voltam. A találkozóra a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel együtt érkeztek. A közös játék mindig közös élmény, én azt hiszem, és ebben a rohanó világban mind kevesebb, és kevesebb idő jut a gyerekek és a szülők együtt, illetve közös játékára, úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet, én nagyon jó ötletnek tartom. Egyre kevesebb fiatal vesz részt az Isten tiszteleteken. Surányiné Réti Katalin református lelkész elmondta, a maihoz hasonló élményprogramokkal próbálják őket visszacsalogatni az egyházhoz. Nagyon-nagyon fontos az élmény. A hitben is, hisz mondjuk egy gyermek 10-20 év múlva nem biztos, hogy konkrétan fog emlékezni arra, hogy pontosan ők mit is tanultak, hogy fel tud mondani egy bibliai történetet kívülről, de az élmény, hogy én ott jól éreztem magam, én ott kaptam valamit, jó érzés volt bejönni a templomba, az mélyebben megmarad benne. Hasonló találkozót december 1-én az adventi családi nap alkalmából tartanak majd, addig pedig másfél havonta családi istentiszteleteket szerveznek a hívők számára.